Bonyhád Vados Humán bizottsága számával lassanként lezárul a ciklus. Kersák Tamás a bizottság elnöke azt mondta, az elmúlt évek alatt nem kellett pártcsatározásokat folytatni egy-egy kérdés eldöntésekor. A cél minden képviselő számára az volt, hogy családokat és embereket segítő döntések születhessenek. A bizottság véleményezi az oktatási, szociális egészségügyi, közművelődési, közbiztonsági előterjesztéseket, véleményezi az igazgatói pályázatokat is. Figyelemmel kíséri az intézmények tárgyi személyi feltételeit, javaslatot tehet és tesz is a civil szervezetek, kultúrás egyesületek, sportegyesületek, média támogatás keretének a felosztására. De ami a legfontosabb és amire a kérdés irányult, létezik a bizottságnak döntési kompetenciája is. Melyek ezek a döntések? Az egyik ilyen a Burza Hungarika felsőoktatási pályázat elbírálása. Ez arról szól, hogy a főiskolán, egyetemen levő diákjaink bonyhádi állandó székhelye rendelkezőek, benyújtanak egy pályázatot, és szociális alapon mi ezeket a tanulókat tudjuk támogatni, és az állam általunk adott összeget megduplázza. Örömünkre szolgál, hogy ezt évről évre, minden évben megtesszük, tavaly évben 71 ilyen diákot tudtunk támogatni. Döntési kompetenciánk többek között az, és ez a legfelelősségteljesebb, hogy a szociális bérlakások kiutalását a bizottság ítéli oda. A mai ülésen is 2 lakás felett diszponáltunk. Nagyon-nagyon nehéz ez a döntés, mert bármilyen forintösszegű támogatás is felelősségteljes munka, de az, hogy valaki egy lakást kap, az már súlyozottan felelősségteljes. Döntés a lakásokra visszagondolva, idén 6 lakást tudtunk adni, ez évről évre változik, mert úgy tudunk helyzetbe hozni szociálisan hátrányos családokat, ha egy lakás megörül. A lakás általában körül meg, ha valaki elhalálozik. Döntési lehetőségben van még a bizottság, hogy a képviselőtestület által átruházott szociális hatáskörben is van jogosítványunk. Ezek az úgynevezett segélyek, létfenntartási segély, gyógyszertámogatás, iskolakezdési támogatás, ebből is rengeteg van. Hónapról hónapra, évről évre rengeteg van. Ha csak egy-két számot mondjak, 5 év alatt megközelítőleg 70-szer ülésezett a bizottság, és ezekkel a úgynevezett támogatási segélyeket is beszámítva, közel 3000 határozatot hoztunk, és ezek a határozatok majdnem mindegyike forinttal párosul, tehát támogatást szolgál. Bár az oktatás és az egészségügy is kikerült a város fenntartása alól, ennek ellenére az óvodák és a körzeti orvosi rendelők működtetése továbbra is önkormányzati feladat maradt. Kersák Tamás azt mondta, minden területen biztosítani tudták az infrastruktúra folyamatos fejlődését. Kórházat és házi orvosi gyermekorvosi hálózatot magunkénak tekintjük. A orvosi rendelőink is felújításra kerültek, és a kórházunkat is például abban is tudjuk segíteni, bár nem kellene, mert a személygépkocsi cserénél támogatást biztosítottunk az elmúlt 2 évvel ezelőtt a kórház számára. Az óvoda bölcsőde együttes az maradt nálunk a városi önkormányzatnál. Minden évben nagyon sokat fordítunk rá, most is folynak a nyári felújítási munkálatok, ezt az éves költségvetésbe betervezzük, és ilyenkor ügyelet van az óvodában, az egyik óvodában, és a többi óvodában pedig, ahogy a lehetőségünk engedi, megpróbáljuk úgy felújítani, karbantartani, szinten tartani az óvodákat. Mindegyik óvodánk az évről évre végig tudtunk úgy menni, hogy több 10 millió forintot tudtunk mindegyik óvodára rákölteni, ezt valamikor saját erőből, de pályázati pénzből is tudtuk biztosítani. A Humán Bizottsághoz tartozik a sportnak a felügyelete és a támogatása is. Példa nélküli az a támogatás, szerintem a Tolnamegy városokat tekintetében is, hogy évről évre 24-30 millió forinttal tudjuk támogatni a sportegyesületeinket is. Bár október után más összetételben folytatja majd tevékenységét a bizottság, az elnök úgy gondolja, egészen biztosan további fejlesztések lehetnek minden területen. A sport területein továbbra is szeretnénk időzebetett bonyhádi versenysportot kiemelten támogatni. Mindenki számára most már köztudott, hogy a bonyhádi városi sportpálya felújításra kerül. Ezáltal a bonyhádi futballklub elérhetővé
tűzheti ki magának, hogy megcélozza az egyen magasabb osztályt. Az asztalteniszezőink is ragyog körülményeket dolgozhatnak az új sportcentrumban, és az atlétikai klubnak is nagyon-nagyon jók a feltételei. A kosárlabdázók évről évre szívüket, elküket teszik ki. Bízunk benne, hogy most az új csoportba megerősödve egy-két év múlva ismét meg tudják célozni a következő magasabb osztályt, és ehhez a város megpróbál minden nemű támogatást adni. Az infrastruktúra, a Bonyhádi Városi Sportpálya megépítésével, átadásával szerintem rendben lesz. Az anyagi támogatáson sok múlik, a város és a város segítségével a szponzorok szerintem lehetővé teszik, hogy ezeket a célokat elérjük. Az egészségügy terén, mivel a kórház továbbra is állami fenntartásban marad, én úgy gondolom a legfontosabb, hogy a házi orvosi, gyermekorvosi rendszert fenntartsuk. Szintén nagyon örvendetes, hogy Bonyhádon etéren nincsen orvoshiány. Minden praxis be van töltve, és ennek rendkívül mértékben örülünk. Oktatás területén, mind az óvoda, mind az alapfoki oktatás területén Bonyhád város egy térségi szerepet is betölt. Nyilvánvaló, hogy ez a kis településeknek nem biztos, hogy előnyös, hogy már óvodába és az alapfok oktatási intézményekbe is vidékről bejárnak a gyerekek, de ha ebben megtisztelnek bennünket a vidéki szülők és a gyerekek, akkor Bonyhád város megcélozza, és idáig is a magasabb színvonalú oktatást próbálja gyerekekkel és a szülők felé biztosítani. Erre is a feltételek, mind a tárgyi, mind a személyi feltételek megvannak. Örülünk annak, hogy az Evangélikus Gimnázium, illetve az Evangélikus Gimnáziumhoz tartozó volt Vörösmarty Mihály Általános Iskola is infrastruktúra területén nagyot fejlődött, és ebben párhuzamosan szerintem a szakmai munka is növekszik. Ez csak a város büszkesége.